Sziasztok, ma a tankod XX99 vezeti, méghozzá a magyar páncélosat test Klámból. A tank egy német prototípus, a Porsche féle VK3001P, aminek a terveit a későbbi Tigrishez is felhasználták. A tanknak a páncélzata elől 75 mm, oldalt 60, és hátul pedig 40 mm kapott, ugye, ami védi a motort. Az ágyú az pedig egy 88 mm-es KV36-os, aminek az áthatoló képesség olyan 132 mm, az átlag sebzése pedig 200 és 220 között van, a tank végsebessége pedig 60 km per óra. Ahogy nézem, lassan meg is érkezünk a pálya azon szakasz, ahol az ütköző zóna szokott kialakulni. Ezt az úgynevezett csőben járunk most, mert mind a két oldalról eléggé zárt területnek mondható. Az ellenség részéről egész sokan jöttek errefele, de így nézem, tőlünk csak pár tank jön. Pláne, hogy az egyik heavy az kezdőn kempel. Nagyon nézem, de is így folyamatosan osztja a sebzéseket. 429, egy T150 meg egy Hellcat már kapott a 88-asból. Jó, nem kell kimenni, szépen meg kell várni, míg ők bejönnek. Úgyis ki fogja dugni a tanknak az órát. Ki fognak jönni, és akkor gyönyörűen lehet őket lőni. Nagyon jól csinálja Dietrich. Minden lövés után visszavonul, amíg tölt. Így nem tudják meglőni, hogy nem tudja meglőni az ellenség. De most észrevette, hogy jönnek a tankok, úgyhogy nem érdemes a hátsó részünket mutatni ilyenkor. Ugye pláne, hogy azon van a legkevesebb páncél. Igen, közben Dietrich is segítségért kiabál, úgymond a cseten keresztül. De a Churchill hetes jött, az ő hihetetlen a sebességével ideért lassan. T150-et kellene volt gyorsan kilőni. És lepattam. Hát igen, a T150-nek azért elég kemény páncélja van elől. De amúgy jól csinálja, mert tanulnak azon részét lőtte, amit már egyszer átlőttek, tehát azt mindig könnyebb átlőni, ahol már egyszer bement a lövedék. És meg is van az első frag, méghozzá egy T150-es. Jól van. Közben a szövetséges heavy tankok nem tudom, mit csinálnak ott a bázison. Juhu! Így kell ezt csinálni. Jack Pézi is kap egyet előről. Még egyet. Lényegében Dietrich 4-5 tankot tart fel egyedül. Úgyhogy nagyon ügyesen csinálja. Kapja folyamatosan a sebzést, de azért még bírja a tank. Érdemes ilyenkor, hogy Dietrich is csinálja, kihasználni azokat a lehetőségeket, hogy védjük a tankunkat. Itt most jelen esetben, jelen pillanatban ugye a kilőtt tankok roncsait lehet használni fedezékként, ami nagyon sokat tud segíteni. Főleg ugye csak a tornyot kell kidugni. Tarts előre! M6-os is megkapja. És még egy lövés, és pont előtte lövik ki. Már csak egy M41-es arti maradt. Valószínűleg ugye a bázisukon kempelhet, úgyhogy sok esélye nem maradt, mert mennek vagy rá 3-an, 4-en is. És
elkezdték a bázist is foglalni. Be is spotolták az artit. Még egy lövés, és vége is a játéknak igazából. Így van. Köszönöm szépen a játékot Rick99-nek, én Omax voltam, sziasztok!